Sziasztok! Beszéljünk egy kicsit most a menetrendről. Ha a honlapra is felugratok, akkor a túnusba fel fog ugrani egy ilyen menetrend fő, és itt lesz, hogy a túnus alatt mikor, hol fogtok éppen tartózkodni, illetve melyik napon lesz szünetetek, valamint hogy melyik napon fogtok A-ból B-be, A-fesztiválról B-fesztiválra eljutni. Ezt a menetrendet egy ilyen 90%-osnak vehetitek, hiszen fesztiválok, rendezvények világa bármikor, bármi változhat. Jó, vegyünk egy adott rendezvényt, és például az időjárás viszontagságai miatt egy nappal kitolódik a munka. Ez nyilván egy napot elvesz a szünetetekből, de ez annyival több pénzt is von maga után. A kiutazás közösen autóbusszal történik, általában vagy a Hősök teréről, vagy a Szimacsarnok elől szoktunk indulni, mivel sokan vagytok, így ezeken a helyszíneken van lehetőség arra, hogy 50-60 ember elkezdjen a pakolászi csomagokat húszibelni, illetve mindig van egy-két késő ember, és akkor őket is ezeken a helyszíneken gond nélkül be tudjuk várni. A busznál, amellett, hogy Budapestről indulunk, egy Győri megállóra van lehetőség, így akinek az a csatlakozási pont a praktikusabb, erre is van lehetőség, csak szóljatok nekünk időben a jelentkezésnél. A kiutazásnál a buszokra fix ültetési rend van, ezt majd az adott e-mail címen tudjátok jelezni. Nagyon fontos, hogy elküldjétek ezt nekünk e-mailben, mert ha nem tudjuk, hogy ki a barátod is te mellé szeretné ülni, akkor lehet, hogy például a busznak a másik végébe fog kerülni, szóval erre majd légy szíves figyeljetek. A pontos indulási időpontot ezt általában az indulás előtt egy héttel szoktuk tudni megmondani. Ez azért van, mert a kompokhoz nekünk is le kell adni a listákkal, illetve a busz indulási időpontját is a komphoz kell igazítani. Tehát ez mindig egy héttel előtte derül ki, de erről mindenkit kiértesítünk, aki az adott turnusra felvételt nyert. Mindenkit ilyenkor végighívunk telefonon, írjuk a Facebook csoportba, és hogyha nem érünk el telefonon és Facebookon se reagálsz, akkor SMS-be, illetve e-mailbe is kiküldjük neked, tehát mindenféleképpen már kapod az értesítést róla.